Több mint 500 millió forint plusz támogatást kapott a kormánytól a 60 és környéke települési szilárd hulladék gazdálkodási fejlesztés fejlesztéstársulás. Ebből az összegből pedig újabb fejlesztéseket valósíthatnak, megjelentette be sajtótájékoztatón Horváth Lihárt 60 polgármestere. A társulásban 19 település vesz részt, megalakulásuk célja pedig az volt, hogy elinduljon a szelektív hulladékgyűjtés és egy korszerű hulladékválogató telepet hozzanak létre. Ennek megfelelően ma már az érintett összes háztartásban ott van a sárga fedelő, kék színű kuka a szelektív gyűjtéshez. A jelenlegi szabályozás mellett a hulladék gazdálkodásban a legnagyobb költségelem az maga a hulladéknak az elhelyezése a lerakó telepen, és így a szelektív hulladékgyűjtésnek a célja az a természetesen a környezetvédelem mellett, illetve az amellett, hogy minél több nyersanyagot tudjunk újrahasznosítani, az, hogy a lerakóban elhelyezett hulladék mennyiségét csökkentsük és így ezáltal egy előre tervezhető uh, rendszert tudjunk kialakítani 60 városában és a társult településeknél. A polgármester tájékoztatott, a most kapott projektre emelésből olyan eszközöket vásárolnak, amik nagyban elősegítik a hulladékgyűjtő és feldolgozó munkát. A zöld hulladék feldolgozására eddig is nagy hangsúlyt fektettek a városban, a mostani beszerzés során pedig már aprítógép is segíti a munkát.